Mintha bombatalálat érte volna Nyírbátort, úgy néz ki az építési terület az édesanyák útjánál. Csak a villanyoszlopok emlékeztetnek arra, hogy itt közlekedési csomópont volt. A kereszteződés minden oldalról le van zárva. Csak egy információs tábla jelzi, hogy nem bontanak, hanem építenek. Körforgalom lesz ebben a csomópontban. Rengeteg nyírbátorit érdekel a felújítás, ezért hamar megtelt a kistérségi központ tanácsterme. Itt tartottak tájékoztatót a munkákról. A jelenlévők azt mondták, már régen meg kellett volna csinálni a korszerűsítést. Ez nagyon aktuális ez a dolog, úgyhogy ez már régebben meg kellett volna, mert ezt az urat úgy is hívták korábban, hogy halálút. Úgyhogy ez nagyon aktuális. Hát csak olyan tudom elmondani, hogy ez így. Kis kerülőutak vannak, most itt ugye lezárások vannak az utakkal itt, de ezt el kell viselni azért, hogy ez az út rendben jön. A fórumon Csapó László, Magyar Közút megyei igazgatója beszélt a beruházásról. Azt mondta, jelentősen javul a 471-es minősége a felújítás után. Teljesen össze lesz kötve most már a megye határtól Nyírbátorig ez a 471-es útvonal, egy megfelelő komfortú, megfelelő felületű pályával, azt jelenti, hogy közlekedni a közlekedők sokkal kényelmesebb körülmények között fognak majd. A találkozót Simon Miklós, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője szervezte. A politikus elmondta, az elmúlt 15 évben több mint 30-an haltak meg közlekedési balesetben a 471-es főút megyei szakaszán. A korszerűsítés után viszont sokkal biztonságosabb lesz a közlekedés Nyírbátorban is. Ez a két körforgalom, ami az Édesanyák útján és a Császári útnál van, az igencsak veszélyes és forgalmas is, hiszen a diákok itt kelnek át a város egyik részéből a másikba. Ilyen formán a körforgalom megépítése az ő biztonságukat is szolgálja. Térképen mutatjuk, hogy hol lesz felújítás. 3 kilométer hosszan erősítik meg a burkolatot Nyírmihálydinál. Néhány kilométerrel arrébb Nyírbogáton, Nyírbogát és Nyírbátor között, valamint Nyírbátor belterületén lesz munka. A beruházás 2 milliárd forintba kerül, és ebben az évben befejeződik.